szerint só évük az alma termelőknek, míg egy átlagos évben 11,5-12 millió tonna terem a gyümölcsből az Európai Unióban, addig az idei termés ennél 10%-kal kevesebb lehet. Mindezért elsősorban a tavaszi fagykárok okolhatók, a probléma alól pedig hazánk sem jelent kivételt, sőt nálunk a legnagyobb a kiesés. A sok éves átlagtermés 600 ezer tonna körül alakul, ebben az évben viszont mindössze 300-350 ezer tonna almára számítanak itthon. A Fruitweb szakmaközi szervezet friss előrejelzése szerint még kérdéses, elég lesz az idei étkezési alma a hazai piacnak. Ha 10-20 ezer tonnával több lesz az étkezési alma termésünk, mint amire jelenleg számítunk, és természetesen bármely becslésbe ekkora hiba benne lehet, akkor azt lehet mondani, hogy az idei étkezési alma termés szűken elég lehet a hazai piacoknak, de amennyiben 10-20 ezer tonnával elmaradunk a vártól, akkor nagyjából jövő május-júniusban el fognak fogyni a tárolókból az idei szüretelésű hazai készletek, és valószínűsíthetően jövő május-júniustól importra leszünk utalva, mint ahogy lezajlott ez ebben az évben is. Nyáron ugyanis már importalmából táplálkoztunk, ennek is köszönhető, hogy ilyen magasra szökött a gyümölcsára. A drágulás májusban kezdődött a piacon. Mértékét jól mutatja, hogy a fogyasztói árak más években 350 és 500 forint között szoktak mozogni. Ez idén júliusra 600-800 forint közé emelkedett. Az árnövekedést több tényező is befolyásolta. Egyrészt a nagyon alacsony EU-s és hazai almakészleteknek volt tulajdonítható ez a nyári áremelkedés. Másrészt ezen a tavaszon szinte minden szezongyümölcsünk elfagyott. A nagyon jelentős fagykároknak köszönhetően nagyon gyenge volt a szamóca termés, a cseresznye termés, a kajszi, az őszi barack, a szilva, és mindezen szezongyümölcsök is az átlagos áraknak a dupláján voltak elérhetők a boltok polcain, vagyis az almának gyakorlatilag nem maradt olcsó helyettesítő terméke sem a szezongyümölcsök formájában. Augusztusban a szüret kezdetével nem változtak jelentősen az árak, a hónap végén aztán mérsékelt árcsökkenés kezdődött, de ennek mértéke nem több 20%-nál. Így jelenleg is az átlagosnál többe kerül az étkezési alma. A Fruitweb becslése szerint az előttünk álló szezonban is 500 forint körüli fogyasztói árakra és kevesebb akcióra lehet számítani a boltokban. Apáti Ferenc hozzátette, egy hetes késésben van a vegetáció és az érés, így október végére fejeződhet be a szüret, akkor lehet majd pontosabbat mondani, azzal kapcsolatban, hogy állnak a készletek és mennyi gyümölcsöt sikerült betárolni. Az alelnök arról is beszélt, hogy ipari almából is kevesebb lesz a szezonban. Elmondása szerint a feldolgozóiparnak nem lesz elég a termés, így legfeljebb 50%-os kapacitás kihasználtsága működhetnek az üzemek.